előrehozott választása Gergő szerint kétszer is tartunk, lehetőleg korlátlanul. A legveszélyesebb folyamat, ami a világban ma zajlik szerintem, az, amit a brüsszeliek decouplingnak neveznek, vagyis a elszigetelés, levágás. És vannak javaslatok, amelyek Kína irányába is egy ilyen politikát kezdeményeznek. Ez nagyon nagy hiba lenne. Ez óriási Európa hiba lenne. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Kína és Európa, Kína és Magyarország között a lehető legjobb gazdasági kapcsolatok működjenek. Önök most már nem csak fogyasztói a világ legmodernebb technológiáinak, hanem termelő is. Ott olyan know-how-k jönnek létre az önök országában, amelyek frissebbek, mint amivel mi rendelkezünk, és erre a technológiai tudásra, az erre épülő termelési láncokra és képességekre Magyarországnak szüksége van. Tehát a magyar kormány kifejezetten támogatja a nyugati mellett a keleti világ föltörekvő országaival történő gazdasági együttműködést. Kína mellett az az érvünk van, hogy ha Európa nem működik együtt a kínai gazdasággal, akkor el fogja veszíteni a versenyképességét. A magyar fölfogás szerint